Skacok, kezdhetjük? Igen. Hadd szóljon. Srácok! Szóval köszi, hogy eljöttetek, tök sokan vagyunk, nektek tökre ülök. Ott van cím, alcím. Szóval megkímélnék mindenkit attól, hogy a posztmodernizmus száraz eszmetörténeti felvezetőjével kezdjem az előadásomat, hogy különböző nevekkel dobálózzak. Erre ott van a Wikipédia. Enélkül is érzékelhetővé fog válni, hogy mit is nevezhetünk posztmodernizmusnak, hogy az pontosan milyen viszonyban áll a marxizmussal. Csapjunk bele! Erre a 2014-ben megjelent könyvre fogok támaszkodni, Introducing Marxism Graphic Guide, azaz bemutatjuk a marxizmust, rajzolt útmutató című ez a könyv. A könyv a marxizmussal még csak ismerkedő közönségnek szól, képregényes formában mutatja be Marx és Engels élettörténetét, elméletük szűk kivonatát. Így néz ki a képregény. Oké, nem látszik, de mondom, mi van odaírva. Részt vettem az 1848-as német és francia forradalomban, mondja Marx a tetején. 1849-ben kiűzték Németországból, sohasem térhetett vissza, mondja Engels az alján. A felépítése a könyvnek a következő. A könyv első fele Marxsal, Engelszel, Leninnel foglalkozik, második felében kijelenti, hogy a szovjet típusú szocializmus totális csődbe torkollott, majd erre hoz fel nekünk megoldási javaslatokat az úgynevezett új baloldalra hivatkozván. A könyv végül kommunista kiáltvány 10 programpontjára válaszol, a maga 10 programpontjával. Itt már is meg kell jegyezni, hogy még a kommunista kiáltvány rövid programja gazdasági jellegű, aki esetleg nem ismerné, és tök jó, nem látszik az alsó 5 pont. Szóval ilyesmik vannak benne, hogy a földtulajdon kisajátítása, erős progresszív adó, hitel centralizálása az állami kezében, Nemzeti Bank révén, stb. Addig a tárgyalt könyv programja pusztán kritikai jellegű. A marxizmus alapjait próbálja teljesen felülírni saját javaslataival. Ezeken a pontokon fogunk egyesével végigmenni, megvizsgálván, hogy mennyire is állják meg a helyüket a javaslatok. Ez az első pontja. A szocializmus nem működik, akár csak bármely nagy narratíva, azon ideológiák, melyeket a szocializmushoz köthetünk, mindig hamisnak bizonyulnak. Hát igen, szóval erős felütéssel kezdi. Nem tudjuk meg, hogy pontosan mit is értünk az alatt, hogy a szocializmus nem működik. Első körben csak ezt a 97-ben készült Pew által készített közelmutatást szeretném megosztani. Hazánkban a megkérdezettek 72%-a vallotta, hogy jobban éltek a szocializmusban, 16% hogy nagyjából ugyanúgy, 8% pedig vállalkozásba és olajszőkítésbe kezdett, a privatizációs hullámból közvetlen vagy közvetetten magyarosodott. A nagy narratívák nem működnek, hallhattuk. Mit értenek a posztmodernisták ez alatt? Olyasmiket, mint hogy a szocializmust építjük, a közelgő világforradalom, a hanyatló nyugat, a kapitalizmus elkövetetlen bukása és hasonlók. Ezekre mint a megvalósult szocializmus önlegitimáló ideológiáira tekint. Nagy narratíva az, amely egyetemes értékű kijelentést tesz, például a világon ez meg ez lesz, vagy van. Itt már is egy ellentmondásba ütközünk, ugyanis az a kijelentés, hogy a nagy narratívák nem működnek, maga is egy nagy narratíva. Hiszen egyetemes értékű kijelentés csak írja magát a maga által bevezetett játékszabályok alól, nem vesz tudomását egyetemes jellegéről. Milyen hatása van ennek? Ha már állítottuk, hogy ez maga is egy narratíva, akkor mit legitimál? Ideológiai hatásában állandó cinizmushoz vezet, bármiféle megalapozott hittel vagy vélekedéssel szembeni elvetéshez, mi több egyenlőségélet tesz a megalapozott és megalapozatlan vélekedés között. Lényegében azt üzeni, nincs kiút, ami van, az lesz. Fogyasz, élvez, játszadoz. Ezzel legitimálja a jelenlegi fennálló rendszert. Így tehát, amíg a szocialista rendszerek felbomlásakor baloldalról azt hallottuk, hogy a nagy narratívák mindenféleképpen érvénytelenek lesznek, jobbról a Fukuyama-féle iskola nyíltan nagy narratívákkal állt elő. A szocializmus megbukott, nyerni fog a szabadpiaci kapitalizmus és liberális demokrácia, a háborúk ideje leágazóban van. Mit jelent ez? A 90-es évekre a baloldal lezárta saját maga elől az alternatívák keresését azáltal, hogy lemondott a nagy narratívákról, míg a jobb oldal nagy narratívákkal zászlaján indulhatott meg az úthengerével. Balra zárt, jobbra nyitott. Nézzünk meg egy szocializmushoz köthető nagy narratívát. A profitráta csökkenő tendenciájáról fogok beszélni. Ezt Marx a Grundrisseben a politikai gazdaságtan legfontosabb törvények nevezi. Alapozzunk. Többletérték. Honnan származott a vagyon a rabszolgatartónak? A rabszolga ingyen munkájából.
Cserébe ostorcsapást kapott és csekély eledelt. Honnan származott a vagyona a földesúrnak? A jobbágy ingyen munkájából. A földesúr földjén kellett robotolnia, adót fizetett terményben, ünnepségeken ajándékoznia kellett a földesúrnak, csak ezek mellett dolgozhatott saját földjén, hogy kikaparja saját kis egzisztenciáját. Jobb volt-e jobbágynak lenni, mint rabszolgának? Egyértelműen. Jobb-e a kapitalizmusban bérmunkásnak lenni, mint a feudalizmusban jobbágynak? Egyértelműen. Viszont illúzió az, hogy az ingyen munka megszűnt volna a kapitalizmusban. A tőkés vagyona, akárcsak a rabszolgatartói és földesúré, ugyanúgy a dolgozók kizsákmányolásából ered. Marx és Engels folyvást így szemléltetik. Ha 12 órában vagy alkalmazva, akkor 6 órát dolgozol a saját béredért, és 6-ot a tőkés profitjáért. Ezt az arány kizsákmányolási rátának nevezhetjük, és ez az egyszerű gyári munkás által is kiszámolható, ha megnézi, hogy egy műszakban hányan dolgoznak a telepen, egy óra alatt mennyi terméket állítanak elő, az előállított terméknek nagyjából mennyi a piaci értéke, és ebből levonja a telepen dolgozó munkások összeadott órabérét. A kettő különbségéből fedezi a tőkés az anyagköltségeit, illetve ebből származik a profitja. Egy példán keresztül. Szóval 10 dolgozunk a telepen, tehát gyártelepről van szó. 1500 forintos órabérben. 10-től 1500 forint, az 15000 forintot költ a tőkés óránként bérünkre, mely idő alatt 50 készterméket állítunk elő, melynek darabja 600 forintot kerül ársításra nagy kerem. 50 termék szorozva 600 forinttal 30000 forintos forgalom. 30000 forintból kivonjuk a 15000 forintos óránként, és nagyjából 15000 forintos profitját állíthatjuk meg a tőkésnek, a csillagos rész kicsit lemaradt, nyilván levonva az olyan költségeket, stb. Kizsákmányolás nélkül egy kapitalista cég nem lehetne profitábilis, csődbe menne. A kapitalista gazdaság verseny alapú. Vásárlókért versenyeznek a cégek. Nézzünk egy idealizált példát, ahol feltételezzük, hogy csak e két cég verseng. Cola versus Pepsi. Tételezzük fel, hogy egy adott ponton nagyjából 50-50%-os piaci részesedése van egy két egymással versengő cégnek. Ehhez nagyjából azonos számú alkalmazottra van szükségük, akik nagyjából azonos technológiai szinten lévő gyárakban termelik a löttyöt. Gondol egyet a Pepsi, és felhalmozott tőkéjét gyárainak korszerűsítésére fekteti be. Tételezzük föl, hogy így az egy alkalmazottra jutó termelékenység megnövekszik egy dobozos kóláról két dobozos kólára másodpercenként. Kétszer annyi terméket tud előállítani az új technológiának köszönhetően, ezért megengedheti magának, a Pepsi, hogy a termék piaci árát csökkentse, és az olcsóbb termékével nagyobb piaci részesedéshez jusson. Megszólnak a vészharangok a Coca-Colánál. Hubazd meg, le vagyunk maradva, be kell hozni a technológiai lemaradást. Ők is felfejlesztik a gyáraikat, és idővel nagyjából visszaáll az eredeti 50-50%-os piaci terítés. Igen ám, csak hogy itt történt még pár dolog eközben, amit nem veszünk észre, nem figyelünk. Egyfelől a világpiacon adott számú torok és gyomor van, mely naponta adott számú löttyöt képes elfogyasztani, ezért a két cég meg fog válni akár több ezer fölöslegessé vált alkalmazottjától. A tőkés, míg ezelőtt mondjuk 2 milliárd dolláros bérből fizette az összes alkalmazottját, a technológiai forradalom után már csak 1 milliárdot kell fordítson ugyanerre, hiszen a gépek átvették a termelési feladatok jelentős részét. Mindazonáltal, hogy csökkentette az alkalmazottainak számát, csökkentette a dolgozók ingyen munkájából származó profitját is. Lévén, hogy a gépek nem termelnek profitot, nem hoznak létre új gazdasági értéket, csak az előre beprogramozott feladatait hajtják végre. A kalapács nem termel új értéket, a kalapácsot használó munkás termeli azt. A profit és érték emberek és emberek közti viszonyokat ír le, nem pedig gépek és emberek közöttit. Példák a gazdasági rendszerünkből, bal oldalt Ford gyára, jobb oldalt egy modern autógyár. Nyilván sokkal kevesebb ember munkásra van szükség ahhoz, hogy akár ugyanannyi mennyiségű autót megtermeljenek. Egy speciális példa, McDonald's pultos akkor és ma. Speciális, mert kasszakezelő, ha nem vesz részt a hamburger létrehozásában, csak a tranzakciót írja jóvá, valójában nem végez produktív munkát. Ezt nem termelő munkának hívjuk. Az elmúlt pár évben terjedtek el világszerte szinte az összes gyors étteremben a számítógépes rendelő felületek. Miért? Amerikában végrehajtottak a McDonald's dolgozók egy sikeres sztrájkot, béremelést kapván. McDonald's pedig ezekkel a gépekkel válaszolt, lecsökkentve az alkalmazottainak számát, és ezt azonnal követte a Burger King, stb.
építkezés Indiában, és épület 3D nyomtatása Csehországban. Kínában már vannak 3D nyomtatott faluk. Mezőgazdaság valahol Ázsiában, és vertikális mezőgazdaság Hollandiában. Nem kell már lehajolni sem mondjuk az eperért, ha egy gomnyomással mellmagasságra emelhető az eper tálca. Teljesen automatizált étterem a kínai téli olimpián. Na, oké, megvan. Ja, bocs, először akkor az Amazon jön. Teljesen automatizált raktár az Amazonnál. Ez a kínai téli olimpián egy teljesen automatizált étterem. Se szakács, se pincél. Hi, yeah. Haven't you ordered yet? I have, and they are coming down. From where? To minimize human contact, robots have been deployed to carry out tasks like food delivery. In the smart restaurant of the main media center of the 2022 Beijing. Oké, itt is láttuk a lényeget. És akkor térjünk rá az empirikus adatokra. Mikor Marx rájött a kapitalista termelési mód ezen katasztrofális ellentmondására, pusztán logikai alapon, még nem állt rendelkezésére az országok nemzeti gazdasági statisztikái. Ezt a munkát utána lévő marxista közgazdászok végezték el. Nézzük tehát az empirikus adatokat. Hogyan értelmezzük ezt az ábrát? Kezdő történelmi pontunkon egy kapitalista befektetett egy iparágba, és akkor ugye itt vagyunk. Látszik az egér? Na, ott van elméletek az egér, ott a legelején. Balra? Igen, balra, itt vagyunk. Igen, megvan. Okay. Kezdő történelmi pontunkon egy kapitalista befektetett egy iparágba, egy cégbe, egy adott mennyiségű, nyilván egy inflációhoz korrigált összeget, mondjuk 1 000 000 márkát. Időt eltével a befektetése 400 márka profitot hozott neki, azaz 40%-os profitrátával büszkélkedhetett a tőkésünk itt a legelején. És nem látszik az egész, szóval szerintem nem tudom, hogy csináljam. Mindegy, szóval a legelső részről van szó. Arra vagyunk jól. Igen. Az ábránk egy sajátos történetet ír le. Nagyon leegyszerűsítve így mondhatnánk, a világ összes produktív munkásából egy adott technológiai szinten összesen kisajtóható profitnak a történetét látjuk magunk előtt. Mindezt szakaszokra oszthatjuk. 1869-99-ig tartó szakasz, a hosszú gazdasági válság időszaka, technológiai újítások tömkelege köthető ehhez az időszakhoz. Míg előtte 1000 kocsisra volt szükség egy adott mennyiségű áru szállításához, a vonatok megjelenésével ez lecsökken pár tucatra, mármint pár tucat munkásra. Megjelenik a modern ipar, a gyári kohók leváltják az elévült fémfeldolgozási technológiákat, megjelenik a modern bányászat, megkezdődik a mezőgazdaság iparosítása, stb. Nagyjából ez a legelső korszak 10%-os profitráta csökkentés eredményezett. Következő korszak, ez a 900-tól 14-ig, gazdasági felépülés szakaszára kialakulnak a modern globális piac alapjai. Majd az első világháború pusztítása következik, ahol megjelenik először a modern iparosított hadviselés, a profitok egy új forrása. A háború végén az újjáépítés viszi fel újra a profitrátát. Következik a nagy gazdasági világválság, mely óriási zónást okoz a profitráta alakulásában. Ebben az időszakban egyes országokban 33%-os munkanélküliség volt, azaz minden harmadik munkaképes ember nem tudott elhelyezkedni, és másik oldalról nézve, csökkentve a kizsákmányolható munkások számát, csökkentve a profitrátát. Amerikában Roosevelt elnök iszonyatos adókat rók ki a tőkésekre, és figyelmezteti őket. Ha nem én adóztattak meg benneteket, és forgatom vissza a gazdaságba ezt a pénzt, akkor a kommunisták veszik el a gyáraitokat. Nem volt vese, bele kellett egyezniük. A legmilitánsabb munkásmozgalom időszaka ez Amerikában, és az úgynevezett keynesiánus gazdaságpolitika kezdete. Mindeközben a Szovjetunióban a vezérkar a markába röhögve mutogatott a hanyatló tőkés világra, felmutatva a történelem során addig nem látott iparosítást, társadalmi mobilitást, kulturális eredményeket, stb. Második világháború következik, elterjed a modern távközlési technológia, rádió, telefon, óriási hadipari fellendülés egyfelől, és soha nem látott pusztítás másfelől.
A háború végén újra az újjáépítés korszaka viszi föl a profitrátát. Angliában közel 100%-os foglalkoztatottsággal építik újra lebombázott országot. Következő a nyugat aranykora, egyben a hidegháború kezdete. A nyugat rákényszerül, hogy emelje a lakosságának az életszínvonalát, emelje a béreket, megeresze a társadalmi mobilitást az ingyenesített képzésekkel, hiszen ellenkező esetben a hazai baloldali radikálisainak csak annyi dolga lett volna, hogy a szovjet riválisra mutogasson, és csak azt ismételgessék, mi is ilyen jól akarunk élni. A krízis következik, óriási zuhanás a profitrátában, mely elsősorban a nyugaton emelkedő béreknek köszönhető. Ha csökken a kizsákmányolás intenzitása a bérek emelkedése által, akkor a realizálható profit is csökken. Egészen 1977-ig növekedtek Amerikában a bérek. A mai napig erre az előző időszakra mutogatnak az amerikaiak, mint a régi szép időkre, és a generáció közti félreértések az amerikai boomerek és a mai fiatalok között nagyban ennek az időszaknak köszönhetőek, ugyanis ha te ekkor éltél Amerikában, akkor pár év munka után autót, házat vehettél, feldolgozhattad magadat a középosztály szintjére. És ezzel a háttértapasztalattal kritizálják a mai fiatalokat az idősebb korosztályok. Miért nem dolgoztok keményebben? Nekünk sikerült. És amúgy ennek megvan a hasonló párja Magyarországon a Kádár boomerekkel. Tehát nekünk sikerült a jólét. Ratkó gyerekekkel, igen. És akkor végül ugye, utolsó előtti neoliberális felkapaszkodás. A keynesiánus gazdaságpolitika vége. Szakszervezetek felszámolása, csökkenő munkabérek, gyártelepek harmadik világba való áttelepítése. Thatcher Britanniában, Reagan Amerikában. Nincs alternatíva. A gyártelepek áttelepítésével átmenetileg kikerülik a gyárak modernizációinak szükségét. Afrikában, Indiában 12-16 órás műszakos izzasztó műhelyek, angolul sweatshops, Amerikában felszámolt gyártelepek, tipikus példa Detroit, rozsdaövezet, és munkahelyek megszűnésével ellumpenesedő dolgozók. Megjelenik a hitelkártya. A fogyasztás szintjét eladósítással tartják fenn. Profitorientált börtönök a szegényeknek, fizetős egyetemek és egészségügy a gazdagoknak. A harmadik világ ipari és mezőgazdasági kizsákmányolásán extra profiton keresztül fenntartott életszínvonal. A szovjet blokk feloszlásával, iparának privatizációjával, majd elrozsdásításával új piacok nyílnak meg a nyugat számára. Ekkor szólalnak meg az említett fukuyamaisták, hogy lassan visszakeregedjünk, győztünk, ez a rendszer lesz a végső. És ekkor hangzott baloldalról, hogy a nagy narratíváknak vége van. Krízis, új válság, legutolsó rész, amiben élünk. Az elterjedő informatikának és internet köszönhetően, mely tovább csökkenti a termeléshez szükséges munkások számát, illetve annak, hogy a harmadik világba kitelepített gyárak közt is újra beindul, a gyárfejlesztéseken keresztüli versengés, tovább csökken a profit ráta. 95 és 2000 között kipukkan a dotcom bufi, ez a dotcom bubble angolul, amelyet röviden így írhatunk le. A tőzsdén jegyzett internetes szolgáltatásokat nyújtó cégek értékét mesterségesen felpuffasztották a tőzsdén, és miután kiderült, hogy sokkal kisebb profitot képesek hozni, mint remélték, a lufi kipukkant. Innentől datálhatók a zombi cégek, más szóval nem profitábilis cégek, melyek mégis túlélnek annak köszönhetően, hogy használják őket, illetve mert milliárdokat pumpál bele az adott tőkés állam és a befektetők. Lufik hátán. A nyugati világban végleg felülkerekednek a termelő ágazatokon a bankok, a fiktív tőke dominál. A 2008-as gazdasági válság következik. A tőle szerint nem képes tömegek milliói kerülnek az utcára. Sátorvárosok Amerikában. A bankszektor kimenekítése Obama alatt. 2020-tól pedig, vagy 19-től felelőtlen jegybanki dollárnyomtatás, majd következtében a dollárfüggő és dollár alapú világ globális inflációja. Megérkeztünk tehát a 19. század végén mért 40%-os profitrátáról a mai 10% környékére. Tehát ez azt jelenti ismételten, hogy ha annó valaki befektetett 1 millió márkát, akkor 1 millió 400-at tudott kivenni idővel, és most, ha valaki befektet 1 millió annak megfelelő eurót, stb., akkor 1 millió 100-at vehet ki. Előrevetítés. Mikor ér el a globális kapitalizmus arra a pontra, hogy ne tudjon profitot realizálni, azaz 0%-os profitrátához? Marxista gazdaságtudósok szerint 2050 és 2060 körül. Ugye amit látunk itt az, hogy adott időpontban ezt hogyan tudták előre megjósolni, és azt látjuk, hogy nyilván kitolódik ez szépen, de egyértelmű a tendencia, hogy csökken.
és a 2010-es adatok alapján 2050 és 2060 környékére tehető a 0%-os profit ráta. Akkor ennyit arról, hogy a kapitalizmus örök lesz, ennyit arról, hogy a nagy narratívák érvénytelenek lennének. Ha hátradőlünk is, a rendszer szemünk előtt emészti fel magát. Láttuk, hogy a profitabilitás megőrzése érdekében csak a kizsákmányolás növelése árán képes a rendszer megmaradni. Többet kell dolgoznod kevesebbért. Jelenleg az infláció emészti fel a béreinket, a termékek zsugorításával pedig a fogyasztásunkat is csökkentik. Még a munkások tűrőképességén is megvan a határa, és egy ilyen korban érdemes szocialistának lenni. És esetleg nem sikerült volna érzékeltetnem az eddigiek súlyát. Szóval, menjünk tovább a 10... Legfenyegetőbb grafikon van alatt. Igen. Megy majd a grafikonos csoportban, megy majd. Menjünk tovább a 10 programponton, ígérem, ezek sokkal rövidebbek lesznek. Az osztályok, mint olyanok, elfajzanak és eltűnnek, és minden olyan próbálkozás, mely osztályalapon kívánná a jelenségeket megdarázni, leszűkítő és hibás. Az osztálypozíción kívül temérdek más identitásbeli és konfliktusra okot adó dolog van, mint például a társadalmi nem, azaz a gender, etnikum vagy szexuális preferencia. No. Szóval foglalkozunk csak a másik mondattal, remélem mindenki szemre egyértelmű, hogy a marhasság az első. Ez az új baloldali identitáspolitikai álláspontja. Most, hogy lemondtunk a nagy narratívákról, azért mégis kéne valamicskét politizálni, és akkor tegyük már igazságosabbá a jelenlegi állapotokat, hát tegyék csak. Legyenek meleg vezérigazgatók, női CIA ügynökök, bombázzanak irakiakat, transznemű vadászpilóták. Egészségükre. Képen a merrák veszélyére emlékeztet a rózsaszínre festett vadászgép. Ez valós kép. És utána megy irakba bombázni. De mondjuk a merráknak van nincs kis a gender. De van. De az nem zavarja őket. Azóta se értik, hogy miért lövik könnyen ki őket. De ettől a meleg melóstak nem lett jobb, hiszen ugyanúgy kizsákmányolják. A dolgozó nők helyzete csöppet sem lett jobb azáltal, hogy felnézhetnek egy női vezérigazgatóra. Azóta a posztmodernisták is kicsit visszábettek ebből a baklövésből. A felsorás végére, tehát nők, melegek, feketék, transzteműek, fogyatékkal élők, oda vigyeztik, hogy ja és dolgozók. De ismerjük ezt a trükköt is. Az ilyen közösségek teljesen mérgező légkörében valahogy mindig az identitások tromfolják az osztálypozíciódat. A felsorás ugyanis egy kategória hibára épül. A dolgozó nem ugyanolyan dolgot jelöl, mint a meleg vagy a nő. A dolgozó munkájával termeli ki újra és újra a társadalom fenntartásához szükséges javakat. A dolgozó bér nélkül legcsövesedik éjjel-hal. Siffer Andrástól hallottam az egyik interjújában, emlékezetből idézek, aki politikában az összes kisebbséget képviseli, az a többséget képviseli. Egy marxista erre azonnal ráveti, hibás állítás. Ha én a politikában egyaránt képviselem a meleg dolgozók ezreit, a meleg menedzserek százait és a meleg cégtulajdonosok tucatját, akkor én a meleg menedzsereknek és a meleg cégtulajdonosoknak érdekeinek adok teret. Nekik van anyagi lehetőségük és szabad idejük érvényesülni. A meleg cégtulajdonosnak nem kell attól félnie, hogy kirúgják azért, mert meleg. Bekamerázott villában él, és sofőr utaztatja, könyörgöm. Hát hol nem szarja le, hogy a nácik megvertek egy leszbikus párt a 6-os 4-esen? És még ha empátia vezéli is, őt nem érintik ezek az ügyek mindennapjaiban. Tökéletes példája,
Tökéletes példája a kisebbség vagy identitásorientált közösségek belső osztály ellentéteire az a mércén megjelent antikapitalista melegektől származó beszámoló, mely szerint mikor vége lett a Gay Pride-nak, a gazdagék átmentek a Pride utóbbulin a 20.000 forintos belépélyű VIP terembe pesgőzni, a proli meleg meg kortyolta a borsodit kívül. Az állam, mint olyan, mindig is veszélyforrás lesz, és nem képes hatékonyan hozzájárulni a közjóléthez. Ez utóbbi csak is a civil társadalom képes garantálni. Kész. Ezzel a posztmodern baloldal lemondott a forradalomról és az állam megragadásáról is. Gyávaságokkal a rendszert pártolják. A központilag tervezett... Bocsánat, már? Ennyi. A központilag tervezett gazdasági rendszer egyetlen formája sem lehet hatékony. Mi több, az ilyen csak a korrupció melegágya, csak és kizárólag a piaci mechanizmusok képesek igazságos eredményt szülni. Könyörgöm, minden hibájával együtt a szovjet típusú gazdaságok többségében írástalatlan paraszti társadalmakat transformáltak át modern gazdaságokká, melyek először repítették az emberiséget az űrbe. Majd a piac láthatatlan keze is vezérel. De még oda tenném, hogy az összes ugye multicégtárgazdaságos... Ez egy másik kritika is jogos. Az ábrán a következőt látjuk, a rendszerváltás után, tehát pirossal megy a szovjet rendszer, kékkel az orosz rendszerváltás, 16 év gazdasági növekedéstől esett el Oroszország. Visszajött a gyermekek prostitúciója, idősek haltak meg pusztán azért, mert a profitorientált gyógyszercégek gyógyszeráját nem tudták megfizetni. 6 millió halottra teszik egyes marxisták az orosz rendszerváltás áldozatainak a számát. A már kipróbált baloldali politika csak és kizárólag autoriter rezsimekhez fog vezetni, mely a civil társadalmat el fogja taposni. A politikának csak a lokális szinten szabad léteznie, lokális küzdelmeknek a lokális érdekekért. Azaz, mi, posztmodern baloldaliak, megmaradunk a lokálisnál, a globálisat pedig átadjuk a kapitalistáknak. Totális lefegyverezése a baloldalnak. 6. A konfliktusok, antagonizmusok elkerülhetetlenek, és még ezek egy részét megoldhatjuk, a megoldások csak további, újabb antagonizmushoz fognak vezetni. Annak teljes körű átlátása, hogy miféle konfliktusok is vannak, illetve ezekre tett megoldási javaslatok hanvában holtak. Azaz, marad az osztályok ellentéte, antagonizmusa, megmarad a kapitalizmus. Az antagonizmusok nem az osztályok érdek ellentétéből származnak szerintük, hanem az emberi természetből. Ebben teljesen megkülönböztetlenek egy jobboldalitól. Bocsika, mondják, de ezeket a dolgokat nem lehet megoldani. Baszki, nem látszik, ez egy tök jó emoji. Mindegy. Ilyen emoji? Tudjuk, hogy így csinál, hogy ja. ez van. Ja, ez a széttárgyasztás. Igen. És ez az előbbi egy jó dolog, hiszen minden konfliktus feloldása egy unalmas, merev társadalmat eredményez. Az ideális társadalom pluralisztikus demokrácia lenne, mely egészséges támaszt nyújtana a lokális problémák sorának. Bazd meg, kimondják, a kapitalizmus jó. Az osztályrendszer jó. Miért? Mert legalább nem unalmas. Azt hihetnénk, hogy ez egy rossz vicc, de nem az. Az egyesek komolyan gondolják a baloldalon. Például a cikk egy amerikai post-left, tehát így a baloldaliságot meghaladó analista közösségtől. Kurva unalmas a politikátok címmel. Ebben a cikkben arra következtésre jutnak, hogy ami unalmas, az politikailag ártalmas, ami pedig izgalmas, az politikailag előnyös. Tehát ha egy sztrájk előtt a munkások tüzetesen átbeszélik, hogy mi a teendő másnap, az unalmas. Ha egy párt órákon át konferenciázik, hogy Dürer jusson egy kritikus kérdésben, az is unalmas. És ezek ártalmas dolgok, mivel unalmasak. Sokkal izgalmasabb a Black Box-ban bebaszni a Starbucks kirakatát. Igaz, hogy az égvilágon semmi foganatja nem lesz, de legalább felment az adrenalin szintünk. 8. A forradalmak vagy nem lehetségesek, vagy rosszul végződnek. Az alternatíva a demokratikus átmenet. Első ábra. 2007-ben ezek voltak az indiai kommunisták által elfoglalt területek, naxalitáknak hívják őket. Az indiai állam Amerikától kért segítséget, hogy katonai kiképzéssel és fegyverekkel vehessék vissza a fellázadó munkás és paraszt tömegeket. Második ábra. 2018-ban már csak ezeket a területeket tudhatták magukének a kommunisták. Most akkor a forradalmak nem lehetségesek, vagy lehetségesek, csak nem kívánatosak. Mondjuk és ez csak a naxalita. Igen. Indiai kommunista párt, ez délen is hatalmon. 100 kommunista párt van Indiában, konkrétan. Igen. És megkérjük szépen a jelenlegi kapitalista birodalmat, hogy verjék le ezeket a kezdődeteges forradalmakat? Ha a történelem ténylegesen véget ért, akkor mit pattognak még ezek a munkások? Mit pattognak nekünk ezek a parasztok? Ha az indiai gelére harcot és éleződő forradalmat nem verik le az amerikai segítséggel,
és hatalomra juthattak volna, ma a világon nagyjából 4 milliárd ember érne kommunista pártok által irányított országokban, azaz több, mint a Föld teljes lélekszámának a fele. Elérkezett volna a történelem vége? Marad a liberális demokrácia és a szabadpiaci kapitalizmus? És milyen demokratikus átmenetről beszélhetünk, ha a legvérszegényebb latin-amerikai szociáldemokraták is azonnal megpucsolja Amerika, ha demokratikusan jutnának hatalomra? Amúgy ennél sokkal több van. Több tucat, púcs, kísérlet, gyilkosság, stb. Illetve milyen demokratikus átmenetről beszélhetünk, hogy a Szovjetunió feloszlatására megkérdezték a szovjet népeket, hogy támogatjuk-e azt, hogy a Szovjetunió fennmaradjon. És nem látom, 76,4% szavazott azzal, hogy maradjon fenn a Szovjetunió, és mégis megpucsolták. Demokratikus lett volna az átmenet a kapitalizmusban Oroszországban? A szolidaritás egy sor különféle dologra alkalmazható, nem más egy humanitárius gesztusnál. Azon meggyőződés, hogy az osztályközpontú szolidaritás egyedülálló, csak árt ezen folyamatoknak. Ugye itt most visszacsatolnak az identitás politikára, biztos nagy szolidaritás van a dolgozó nő meg a vezérigazgató nő között. Vagy Andy Vajdanék között, meg az alkalmazottja között, csak egy konkrét példával. Ebben az egymástól kölcsönösen függő globalizált világban az imperializmus ellenség egy lejárt lemez. A világ túl komplex ehhez. Tegnap előtti hír, hogy a CIA újabb belső dokumentumokat adott ki a nyilvánosság számára, melyből kiderült, hogy csak 2017 óta, azaz 5 évvel ezelőttől számolva, Amerika 23 kitelepített háborút, proxy war-nak hívják az amcsik, indított. Ez évi lebontásban 4,5 új háborút jelent. És ez az imperializmusnak csak a háborús oldala. A gazdasági imperializmus témakörön megér majd a jövőben egy külön misét. Zárásként egy klasszikus szeretnék idézni, mikor Leninnek az orosz kortárs elméleti újítókkal kellett pereskednie, így vélekedett az ajánlataikról és újításaikról, a következőt üzente nekik. Néhányan közülünk kiáltozni kezdenek, gyerünk ebbe a mocsárba. Ha pedig rájuk pirítanak, azt válaszolják, milyen maradi emberek vagytok, nem szégyellitek magatokat, még azt sem engeditek meg nekünk, hogy jobb útra hívjunk benneteket? Ó, igen, uraim, öröknek szabadságukban nem csak hívogatni, hanem oda is menni, ahová tetszik, akár be a mocsárba. Sőt, úgy gondoljuk, hogy az önök igazi helye éppen a mocsárban van, és tőlünk terhetőleg készek vagyunk segíteni önöknek abban, hogy oda is tegyék a székhelyüket. De akkor eresszék el a kezünket, ne kapaszkodjanak belénk, és ne mocskolják be a szabadság fennköltevét, mert hiszen nekünk is szabadságunkban áll, hogy oda menjünk, ahová akarunk, és felvegyük a harcot nem csak a mocsárral, hanem azokkal is, akik mocsár felé fordítják a szekér rúdját. Köszönöm a figyelmet!